Sziasztok, Beast vagyok, és mint láthatjátok, Titanfall gameplay, és mint hallhatjátok, hangom is van közben, mi ritka módon. Ebben a videóban nem a gameplayről fogok elsősorban beszélni, hanem az új matchmaking rendszerről, illetve a videó második felébe arról, hogy miért nincs videó, stb. Tudjátok, ez a standard duma, mindenki csinál ilyen videót, még ha kutya se kíváncsi rá. Amúgy pedig semmi extra, tehát van pár időigényes feladatom, és azokat meg kell oldanom, és hát tudjátok, egy-egy videómat nem 2 perc elkészíteni, mint például ezt, hanem azért elég sok időbe telnek, és egyszerre nem megy a kettő. Na de, pár szót azért mégiscsak a gameplayről. Mint láthatjátok, Sniper Class-t választottam, és direkt nem mondom, hogy sniper-eztem, mert szerintem bármi mással többet öltem, mint ezzel a fegyverrel, ennek több oka is van. Elég ritkán sniperezek, illetve a hülye is látja, hogy ennek van oka, ugyanis iszonyat nehéz a pilótákat eltalálni, nehéz célpontok, mozognak jobbra-balra, láthatatlanok, jetpackkel rendelkeznek, illetve még a golyónak is késleltetett becsapódása van, tehát nem egyszerű a dolog, és ebbe az a frusztráló számomra, hogy már Battlefield 4-ben nagyon vágtam a sniper témát, még emlékszem, fel is akartam venni, hogy milyen királyul megy, de pont akkor jött az update, aztán TDM-be elment a hang, engem meg annyira idegesített, hogy azóta nem is játszottam vele, pedig már sniperrel volt a legtöbb killem, tehát ténylegesen nagyon ráéreztem. Viszont azok a betanult skillek mehetnek a kukába, mert itt teljesen más a golyó rögpályája és a sebessége, úgyhogy lehet újra tanulni ebbe a játékba. Ennyit szerettem volna így bevezetőleg, beszéljünk ténylegesen az új matchmakingről, ami április 3-án jött ki, legalábbis PC-re, aminek az a lényege, hogy most már a te skill szintedre rak be embereket, illetve ha nagyon fölényesen nyertek, akkor keres egy új csapatot, mert eddig úgy volt, hogy folyamatosan azokkal játszottál, akiket bedobott, bármennyire is megaláztad őket, nyilván ez így nem volt jó, és most már olyanokkal játszasz, akivel egy szintű vagy, és most nem a Prestige szintre kell gondolni, hanem magára a skillre, amelyet a respawn állítása szerint folyamatosan nyomon követnek egy olyan táblázatba, amit mi nem láttunk. Nos, ezután az update után csinál érdekes dolgokat a játék, ami azért idegesítő, mint például néha késik a fegyver hangja, nálam legalábbis, ebbe a gameplaybe is hallhatjátok, ez nem renderelési probléma, ez ilyen volt játék közben is, illetve kisebb döcögések, nem valami kellemes, mindegy, ezek tényleg csak bugok, illetve nem repetitívak, nem erről szeretnék beszélni, hanem magáról a rendszerről. Aznap kipróbáltam a matchmakinget, és hát nagyon sok idő volt találni olyan ellenfeleket, akik velem egyszintűek voltak, és ezt azért gondolom így, mert nem 5 perc volt találni embereket, illetve elindított a 6v3-ba a meccset, aztán dobálta be az embereket, akik meg kiléptek, mert úgy nem volt értelme tovább játszani, vagy berakott egy lejátszott meccsbe, de rengeteg presztízses közé, nem egy G10-es láttam aznap, és ha bedobott tényleg egy olyan meccsbe, ahol már értelme is volt játszani, akkor nagyon megizzadtam. Nagyon durva játékosok vannak, folyamatosan az átlag KD rációm alatt teljesítettem, de nem csak én, az egész mezőny. Gyakorlatilag mészállások voltak, élvezetes volt tényleg olyan szintűekkel játszani, mint te vagy, és most az én szemszögemről beszélek, ezért ezt ki kell emelni, viszont azt, hogy folyamatosan 100%-on pörögjek, mikor Titanfallt játszok, azt egyszerűen nem tudom elképzelni, nem megy, mert nagyon nagy koncentrációt igényel, és mint egy csúcsra járatott motorban, így egyszer csak így elfüstölgök. Tehát ez így nem tetszik, hogy nem tudok egyszer se fangémet játszani, vagy csak szórakozni, mert egyszerűen ha te így teszel, akkor bum, vége, alázás. És ebbe az a fájdalmas, hogy sokak cheateléssel érték el ezt a skillt. Jó, most visszahallgattam magam, azért ezt a sokat mégis meg kéne magyarázni, tehát nem egy kott szintre gondolok, hanem eddig a játék kijövetelétől egészen mostanáig találkoztam 2 darab cheaterrel, akikről meg is tudtam állapítani, hogy azok is, és aznap találkoztam ugyanennyivel, tehát nem rengeteg, hanem Titanfall mércével mérve sok. Aztán lehet, hogy tényleg több volt, csak róluk nem tudtam megállapítani, ez mindig benne van a pakliba. Összegezve a dolgokat, én nem örülök, hogy most már nem tudok tök jó gameplayeket felvenni nektek, mert emlékszem ilyen 18-0-ás játékokat töröltem ki, hogy majd úgyis csinálok jobbakat, és rengeteg ilyen felvett játékom volt, és nincs több tartalékba ilyen gameplay, mert kitöröltem őket,
Viszont másrésztről tök jó, hogy tudok fejlődni köztük, mert eddig például nem nagyon figyeltem a treppelésre, a hangokra, mert eddig azért megoldottam más, hogyha a hátulról jött az ellenfél, de most sokkal jobban ki vagyok hegyezve a hangokra is, tehát többet lehet fejlődni, viszont már mindenki ugyanúgy játszik. Ez is nagyon frusztráló. Mit értek ez alatt? Gyakorta mindenki kitapasztalta, hogy hogyan kell ölni, és elkezdődtek a titán kempelések. Tehát vigyáznak a titánra, ogre tonna szám, illetve csapatosan jönnek, hogy többet tudjanak mégiscsak ölni. Mindenkinek 40 mm-es ágyúja van, nagyon sokan shotiznak, mert az OP, és így sokkal, hogy is mondjam, statikusabb és gusztustalanabb lett a játék az én szintemen, tehát ezt azért mégiscsak ki kell emelni. És ebbe a játékba, amit láthattok gameplaybe, az új matchmaking szerint sorolt be, viszont ezt már április 4-én. Tehát már úgymond normalizálódtak a dolgok, a bugok azért maradtak, viszont kevés ideig keresett ellenfelet, de már ebbe a játékba az én szintemen lévő játékosokkal voltam. Sajnos nem nyomtam tabot, hogy láthattátok volna, hogy volt itt G10-es, G5-ös, G6-os, G8-as, mit tudom én, meg pár szintle 50-es. Illetve nem is voltak ezek a gusztustankodások, titánkempelések, sotizások. Úgyhogy igen, jelenleg így állunk. Én speciál sokkal jobban örülnék, ha lehetne lehetőségem pabolni olyan emberekkel, akik nem feltétlen az én tudás szintemen vannak, hogy tudjak néha fanolni, pihenni, gameplayeket felvenni, rekordokat dönteni, pont úgy, mint eddig. És lennének a ranked meccsek, ahol tudok fejlődni, pörögni és tanulni, de szerintem még az a matchmaking rendszer finomodni fog az én véleményem szerint. De ami az első nap volt, az brutális, tarthatatlan állapot, ledobálások, 10 perces meccskeresések, az nagyon gáz volt tényleg. Na tehát ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatosan, összegezve, még ahogy látom formálódik a dolog, de én megoldásnak a ranked, illetve a pub meccseket érezném. És most átcsapunk valami kis update-be, tehát videóhiány abból eredeztethető, hogy én most szakvizsgázom, vizsgafilmek papíros, igazából pofon egyszerű a dolog, csak sok időt vesz igénybe, úgyhogy most jelenleg ez a nagy helyzet, illetve május elején megvizsgázok, úgyhogy nem ígérek semmit, viszont most nem lesznek gyakran videók, kb. Így áprilisra kell értelmezni ezt az időszakot, és ezért sem válaszolok azoknak, akik esetleg írtak már például Book Productionre, úgyhogy sajnos most ez az időszak van. Ennyit szerettem volna, tényleg sajnálom, nem nyomtam tabot, annyira megörültem, hogy nem haltam ebbe a gameplaybe, úgyhogy hát számoljátok meg, hogy hány pilótát öltem, aki elsőre kitalálja, az kap egy csokit mondjuk. Úgyhogy sziasztok!